Köszönöm szépen. Itt ikonikus épület lesz, szerintem már az. Különböző becenvekkel is fogják illetni, abban is biztosak vagyunk, mi maradunk a kampusznál. Be fog épülni az arculatba, mert valóban egy olyan épületet akarunk, amire büszkék is leszünk, meg kifejezi azt, amit képviselünk. Ez a jövőről szól, a jövő nemzedékéről, újításokról, innovációról, ipari teljesítményről. És én azt szeretném, hogyha ezek, mint a MOL-ról, hogyha valaki a MOL-ról beszél, ugyanezek a szavak utának az eszébe. Fenntarthatóság, korszerűség. Ezek azok a jelzők, amiket szeretnénk, hogyha ez az épület is szimbolizálna, és azt szeretnénk, hogyha valóban a MOL-ról ez jutna az eszébe mindenkinek. Tehát be fog épülni biztos, hogy benne az arcunkba is. A katasztrófa védelem, ugye ennél azért lényegesen magasabb házak vannak, mi nem is nagyon szeretjük se torony ház, meg aztán felugorcolnak már végig, nem jövő, mondjuk úgy, hogy magas ház. Tehát ez a 120 méter, ez még a régióban sem számít kimagaslóan magasnak. Ennél lényegesen magasabb házak vannak, és azt el kell felejteni, hogy itt, hogyha bármilyen havária esemény történik, akkor azt létránkkal fogják megoldani. Ezek teljesen más technológiákkal történnek. Ezeknek a legmagasabb standardeknek a beépítéséről pedig gondoskodnunk kell, gondoskodni is fogunk, és ennek a minősége nem csak a magyar hatóságok, hanem maguk az építészirodák, Fintech Partners és a Fosszex Partners is, Fintech Iroda és a Fosszex Partners is gondoskodik. Ezek magas biztonsági fokú és nagyon magas környezetvédelmi minősítéssel rendelkező épület lesz. Ebben nem ismerünk pártont, gondoljunk el azért, nekünk a havária, az a haváriára való felkészülés és a baleset, biztonság és környezetvédelem az a mindennapunknak a része. Gondolják meg, hogy milyen tevékenységet folytat a MOL és milyen területeken folytat. Ezt mi tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Belépődíjas lesz a torony vagy nem, fogalmam sincsen. Én tőlem ezt majd valaki ki fogja egyszer számolni és meg fogja állapítani. Nyilvánvalóan a toronynak lesz, tehát a kilátó terasznak lesz olyan része, ami miatt ezen el kell majd gondolkozni. Lehet, hogy belépődíjas lesz, nincs ezzel nekem semmi problémám. Sokkal inkább fontosnak tartom azt, hogy nyitott lesz a nyilvánosság előtt. De már nem tudok még válaszolni. Ki kezdi a kivitelezést? Nem tudjuk. Volt egy másik kérdés, ami az időzítésére vonatkozott. Azt tudjuk, hogy november környékén számítunk arra, hogy ki fogjuk írni a tendert a kivitelezésre. Pontosabban a kivitelezés első lépcsőjére. A Core & Shell, vagy más néven a szerkezetész állapotnak a kivitelezésére, ami ugye még öbölrel fog kezdődni, tehát mostantól kezdve lefelé kezdünk el építkezni, úgyhogy ez azért lesz érdekes, hogy a magas házat kezdjük, hogy lemegyünk 15 méter mélyre, aztán majd el fogunk indulni fölfelé. Ennek a kivitelezésére fog az első tender szólni, utána pedig az összes többire, tehát a belső építészeti technológiai megoldásokra, gépészeti megoldásokra, és aztán megyünk tovább belőle, tehát egy struktúrán beruházásra, de még az elsőre sem tudok válaszolni. Azt tudom, hogy egy konzorcium csinálja most ezt a résfalazást, ami még nem is az épületnek az alapja, hanem ahhoz, hogy az alapot elkezdik majd építeni, ahhoz szükséges, hogy védje a munka gödröt, ahol maga az alapnak az elkészítése lesz. Mi lesz új ebben a technológiában? Kezdhetem azzal, hogy feszített beton, hogyha jól tudom, és majd itt nézek a építész kollégákra, hogy azonnal kezdjenek el vagy így bologatni, vagy így, mert azért ez nem az én szakterületem. De például feszített beton technológiát Magyarországon nem nagyon alkalmaznak, messze nem alkalmaznak ilyen méretekben. Ez egy újszerű technológia, amit mi itt be fogunk hozni. De persze azzal kellett volna kezdenem, hogy 120 méteres épületet sem építettek még Magyarországon 98 ezer négyzetméter, beépített négyzetméterről fogunk beszélni. Ezek már önmagában azt jelentik. De az egész háznak a fűtési rendszerei, a klimatizálása, a fény beeresztésének a szabályozása, az, hogy milyen ütemben és hogyan fogják elfoglalni a munkahelyüket a kollégák, ezek mind innovatív technológiák. Olyan technológiák, amik már lehet, hogy valahol léteznek, de itt nem, és összességében pedig biztos, hogy nem léteznek. Ezeknek lesz a behozatala, és én azt kérem, hogy itt rengeteg építész van, magyar és nem magyar a helységben, úgyhogy nyugodtan tessék őket zavarni további kérdésekkel, hanem sokkal pontosabb és jobb válaszokat fognak adni erre. Mi lesz az ár, mennyibe kerül? Ha azt nézzük, hogy építettünk volna egy 98 000 négyzetméteres lakos épületet, annál ez biztos, hogy drágább lesz.
Hát, hogyha azt tekintjük alternatívának, akkor az biztos, hogy drágább lesz. Mit vesztünk vele? Például azt veszítjük vele, hogy ennek az épületnek, az irodai munkahelyeknek igen nagy százaléka, 90% fölötti része természetes megvilágítást fog kapni. Ezt elveszítjük akkor. És ez még csak egy szempont. Mert amikor mi irodaházról beszélünk, akkor általában arról beszélünk, hogy egy iroda négyzetméter az mennyibe fog kerülni. Én meg azt mondom, hogy amikor egy irodaházról beszélünk, egy székházról beszélünk, tehát amikor saját magának csinálja a vállalat az irodaházat, akkor a nagy számok alapján azt tudjuk mondani, hogy 10-15%-a az, hogyha visszaszámolom amenitással a bekerülési költséget, akkor az éves költségvetésének 15%-a az, amiben a bekerülés maga kerül. Hát olyan kb. 5%-a, amiben a működtetés kerül. És a maradék 80-85% az a benne dolgozóknak a bére. De mindenki azon akar spórolni, hogy ne kerüljenek bele olyan megoldások, amik a benne dolgozókat inspirálja a jobb munkavégzésre. Én pedig azt mondom, hogyha 5%-kal a munka körülmények miatt tudom javítani a hatékonyságot, akkor nem szabad megspórolni ezt a másik oldalon. Az, hogy mennyibe kerül, ma még nem tudjuk, vannak rá becsléseink, költségbecsléseink, nem fogom megmondani ma, mert nem akarok kényelmes helyzetet okozni azoknak, akik majd elkezdenek pályázni ezeknek. Vannak rá költségbecsléseink, és mi azt mondjuk, hogy költségbecslések alapján ezt a beruházást meg kell csinálni. Mert az összhaszna sokkal nagyobb lesz, mint amennyibe ez kerülni fog számunkra. Sokan azt gondolják, hogy a MOL ezt azért csinálja, mert van hozzá nyeresége, van hozzá tőkéje, hogy ezt megcsinálja. Mi ezt nem ezért csináljuk. Tavaly is volt nyereségünk, tavaly előtt is volt nyereségünk. Mi ezt azért csináljuk, mert meg kell csinálnunk. Mert hiteltelenné válunk akkor, hogyha arról beszélünk, hogy jövő, arról beszélünk, hogy korszerű, arról beszélünk, hogy humánus, és utána behívjuk őket az irodáinkba. És azt nem akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy azok, akiket ide akarunk hozni, a legjobbat a saját korosztályunkból, azok, amikor arról beszélünk, hogy MOL, akkor pont azt kapják, amit mi képviselünk. Ennek megfelelően a forrása, hogy az előbb mondtam a beszédembe, tehát következő 3 évben kb. 800 milliárd forintot fogunk csak Magyarországon beruházni. Ipari beruházásokra, irodaházra, mint amit el a Bencik utakra, Fresh Corner üzletekre, és a többi, és a többi, és a többi. Van saját forrásunk, ahol egy hatékony, jól működő regionális nagyvállalat. Állami támogatás. Én nem tudom, majd megkérdezni a pénzügyminisztériumot, hogy írtak egy székház építésre bármifajta állami pályázatot. Én szerintem ez nem jellemző. Még a régi időkben is ezeket próbálták eltüntetni. A régi idő alatt gondolom az 1990 előtti éveket. Ez az én korosztályom még emlékszik rá, hogy a kastélyfelújítások azok általában továbbképző központokként szerepeltek, az úszómedence, az tűzivízmedenceként, és vannak ezek a hasonló régi trükkök. Nem, nincs ilyen. A MOL működik, a MOL nyereséges, a MOL egy hatékony vállalat, és jó stratégiával ki fogjuk termelni ennek a költségét. Azok a munkatársak fogják kitermelni, akik benne fognak ülni. A régi épület. Múlt héten itt az Infoparkban tartottam egy előadást a Műszaki Egyetemen, ahol a rektor úr és a dékán urak azonnal levadáztak, és az első kérdésük az volt, hogy mit fogunk tenni a régi épülettel. A régi épületre van igény, itt vagyunk a egyetemi negyed közepén, nagyon szeretnének kollégiumit látni belőle, és az építészek véleménye szerint az épület raszterezés, hogy ez a 70-es évek technológiája, az építészek szerint a raszterezése erre lehet, hogy kiválóan alkalmas, meg fogjuk nézni, ennek a tervezése majd el fog kezdődni, hogy mit is kezdünk vele, most saját vállaló épület, megnézzük. És mellette van még Budapesten 5 vagy 6 olyan épület, ahonnan ki fogunk költözni, mert ide jövünk be, kb. 55.000 négyzetméternyi irodafelület fog felszabadulni az, hogyha ide be fogunk költözni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, elnök vezérigazgató úr!